Sándor, ének a teremtésről. Amikor Isten a világot szülte, a mindenség az újjára fagyott. Hogy a föld, hogy a víz fölmelegülne, föléjük gyújtotta fönn a napot. Recsegtek a jegek, amint a tűzgyerek fölfele tört, s élett a föld. A lángöm kék útján végiggurult, aztán a tükröző mélységbe hult. Habokra ráhajolt, szikrázva fuldokolt, pirosan elhasadt, mint aki sugara többé se hint. De reggel visszatér az égre megint. Köszöntöm Önöket, köszöntöm a szászlójakat, köszöntöm azokat, akik Budapestről vonattal érkeztek. Én a meghatottságtól nagyon nehezen tudok megszólalni, ugyanis amikor közel fél éve gondolkodtunk azon, hogy hogyan lehetne a szárszói fotósok gondolatait kicsit fölizgatni, akkor jött ez az ötlet, hogy szervezünk egy fotókiállítást, egy versenyt, ahol három témakörben a településünkről lehet szó. Hát az egyik témakör portréfotózás, szárszói emberekről készült fotó, arcok készítése, a másik a különböző rendezvények, mivel abból is van bőven ma már, a harmadik pedig a táj szépségének a megörökítése. A cím kiválasztása könnyen ment, ugyanis a címét tudjuk mindannyian, hogy Balatonszárszó, ahol élni jó. Ez az egyszerű mondat határozta meg a témát, a témakört, a helyszínt, és én úgy gondolom, hogy a szárszóiak valamennyien egyetértenek velem azzal, hogy Balatonszárszón valóban élni nagyon jó. Szárszó egy különleges település, ahol csodálatos képeket lehet megörökíteni, csodálatos eseményeket lehet képi formában megjeleníteni, és mondhatom azt, hogy a zsűri, aki dolgozott, nagyon nehéz helyzetben volt, mert mind a 200 körüli képet ide ki kellett volna raknunk. Végezetül köszönöm, még egyszer köszönöm, nem is tudok jobb szót erre, hogy ezen a kiállításon részt vehetek, a kiállítás megnyitóján részt vehetek, és gyakorlatilag meg is nyithatom ezt a kiállítást. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, engedjék meg, hogy én is sok szeretettel és tisztelettel köszöntsem Önöket a Balaton Szárszó, ahol élni jó fotópályázat kiállításának a megnyitóján. Idefelé jövet gondolkodtam el rajta, hogy az elmúlt évtizedek technikai fejlődése oda vezetett, hogy ma már az itt jelenlévők és mindannyiunk zsebében lapul egy digitális fényképezőgép, ha másképp nem, akkor egy applikáció formájában a telefonokon. Ez a fejlődés ma már ott tart, hogy ezek a mobil telefonokon lévő fényképezőgépek is egyre jobb, sőt, ma már mondhatni vannak olyan berendezések, amelyek kifejezetten jó fényképek készítésére adnak lehetőséget, és emellett a kézi kamerák is a digitális világ irányába fejlődtek az elmúlt évtizedekben, és nagyszerű gépekké váltak. Mint a Regionális TDM Szövetség alelnöke, számunkra az egyik legcsodálatosabb témát választotta Balatonszárszó, egy balatoni település és a Balaton bemutatását. Az itt felsorakoztatott képek, amikor megnéztem, már akkor látszott, hogy mennyire csodálatosak, mennyire jó képeket készítettek a pályázók, és ezúton szeretnék mindenkinek gratulálni, nem csak a díjazottaknak, hanem mindenki, aki fogta a kamerát, vette a fáradtságot, és elkészítette és beküldte ezeket a képeket. Meggyőződésem, hogy ez nem egy egyszeri alkalom, biztos vagyok benne, hogy akár már jövőre is lesz ennek folytatása, és így a település galériája évről évre gyarapodni fog. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Ha valaki ezt értékelni akarja, akkor igen, nehéz dolga van. Maga a tény számít sokat. És nagyon fontos, hogy egy település ennyire komolyan veszi a
saját polgárait és a saját környezetét. Valóban nagyon jó a cím, hogy ahol élni jó, mert néztem az arcokat, amikor érkeztek, és végignézték a képeket, és látszott, hogy itt szembesültek azzal, hogy hányféle arca van Balatonszárszónak, még azok is, akik itt élnek, azok is bizonyára elcsodálkoztak rajta, hogy mennyi esemény van, micsoda képeket lehet itt csinálni, és valóban manapság már telefonnal és egy csomó eszközzel lehet megörökíteni a környezetet. Tehát ezért én is csak biztatni tudok mindenkit, hogy továbbra is tartsák meg ezt a jó szokást, sőt, egyre tudatosabban, mert ezek a képek nem a jelenben, hanem majd 10-15 év múlva teljesen mást fognak jelenteni, és dokumentálni fogják azt, hogy 2012-ben Balatonszárszón kik és hogyan éltek. Köszönöm szépen, gratulálok a győzteseknek. Köszönöm szépen, és most következzék az eredményhirdetés, oklevelek és díjak átadása. Kérem szépen, 14 év alatti kategóriában első helyezést ért el Cseh Patricia. Második helyezett lett Kálasi Norbert. Parkok, rendezvények kategóriájában első helyezést ért el Péteri Takács Kamilla. Első helyezett, kérem szépen akkor a fotósokra figyelni. Harmadik helyezést ért el Hurz Diana. Portré életkép kategóriájában első helyezést ért el Szabó Gyöngyi. A párja vesztját nem tudott eljönni munkahelyi elfoglaltság miatt. Igen, így van, igen, igen. Második helyezés, kérem szépen, ebben a kategóriában Balog Andrássé. Hát gratulálunk a mamának. A mamától kapta a fényképezőgépet. Harmadik helyezés, Birkás Sándori. Nagyon szép munka volt. Tájtermészet Balaton, kérem szépen, hát azt hiszem, hogy ebből nagyon sok kép érkezett, úgyhogy zavarba is voltunk mindannyian. De van egy olyan csodálatos kép, ami azt hiszem még nagyon sok lapban meg fog jelenni a közeljövőben, ha engedélyt kapunk. Balázs Zoltántól. Helyezett lett ebben a kategóriában, szintén a táj természet kategóriájában, Farkas Jolán. Amerikában tartózkodik, viszont az anyósa itt van és átveszi. És remélem azt hallja, hogy Balatonszárszó, ahol nyaralni jó. Azt mondja, hogy harmadik helyezett lett ebben a témakörben, szintén Kassa Gergely. Ez már a saját fotó, úgyhogy már nem a szomszéd. Én a barátom. Van egy fotósunk, aki mondhatom azt, hogy már több az amatőr szintnél, és ezért próbáltuk őt külön kezelni, és ennek a fotósnak egy külön díjat szeretnénk adni. Itt van közöttünk Winkler Gábor. Mi csak ámultunk és bámultunk, amikor kiderült, hogy nem csak a szárszóiak vannak odáig szárszóért, hanem távolabbiak is. Amikor megjelent nálunk 20 budapesti, elmondhatom, hogy nyugdíjas korú fotós, budapesti fotós kör, ez a fotókör leutazott hozzánk, és keresték itt a lehetőségét annak, témákat, hogy hogyan lehet szárszóról jó képeket összehozni. Mi szeretnék ezt megköszönni, és nekik egy külön díjat szintén felajánl a zsűri, fogadják nagyon sok szeretettel. Még egyszer nagyon nagy köszönet a versenyzőknek, nagyon nagy köszönet a zsűrinek, közreműködőknek, és még egyszer tiszta szívemből mondom, hogy
Tényleg boldog vagyok, hogy ennyien eljöttetek, ennyi vendéget érdekelt ez a mai fotókiállítás. Gábor milyennek találta a fotókiállítást, hisz az összes képet látta, mert a zsűrinek az elnöke volt. Hát kicsit nagyképűen kezdtem hozzáállni a dolgokhoz, aztán amikor szembesültem a képekkel, akkor rájöttem, hogy hát igen nehéz dolgom van, mert nem mindegy, hogy honnan közelítjük meg, mert ami nekem esetleg nem tetszik, idézőjelbe téve, az másoknak a legfontosabb. Tehát itt egy egyszerű csoportkép is sokat jelenthet Balatonszárszó életébe, és itt végül is az az első szempont. Tehát az, hogy pályázat vagy kiállítás, az azért nagy különbség. Tehát itt én jelzésértékűnek tartom azt, hogy egyáltalán az önkormányzat gondolt arra, hogy megőrkítse az életet. És ezt nagyon fontosnak tartom. Nehéz volt választani? Hát nem mondom, hogy könnyű volt, az az igazság. Tehát én eleve megpróbáltam úgy, hogy nem a technikailag legjobbakat választom ki. Nekem az fontos, hogy a gondolat legyen benne. Tehát itt volt egy-két kép a 14 éven aluliaknál is, akiket én azért preferáltam, mert nagyon is láttam rajta, hogy az a... Hát még gyerekeknek nevezhetjük őket, hogy gondolata van. Tehát itt, amelyik első lett például, az azért volt érdekes, mert balatoni képet nyilvánvalóan itt mindenki sokat készít Szárszón, de ebbe volt egy olyan plusz hozzáadott érték, ami felnőtteknek is dicséretére válik. Van-e különösen olyan pár kép, amit tudná említeni, amit külön kiemelne? Hát sok van, tehát most itt nagyon nehéz egyet-egyet kiemelni, de van egy olyan kép, például fekete-fehér kép, ami bárhol azt mondhatnák, hogy ott készült, egy családi idill, szappanbuborékokat fújnak éppen, és az egy olyan elkapott pillanat, úgy megörökítve, hogy egyszerűen kifejezi magának a pályázatnak a lényegét. Az a lényege, hogy ahol jó élni, tehát ez egy tipikusan emblematikus. Vagy hát mondhatnám, ugye vannak itt képek a József Attila Múzeumról, nagyon fontos Szárszó életében, vagy említhetem bármelyik portrét Csukás Pista bácsiról, mert ugye ő egy akkora arc, és annyira fontos Balatonszárszónak, hogy aki őt közepesnél jobban lefényképezi, az már joggal tarthat igényt valamelyik díjra. A fekete-fehér kép, vagy a színes kép tudja jobban kifejezni a mondani valót? Hát megfordítanám. Tehát itt a mondani valótól függ, hogy fekete-fehér kép, vagy színes kép. Tehát itt nem állítanám szembe. Én is nagyon szeretem a fekete-fehér képeket, de csak azért nem használnám a fekete-fehér képeket, hogy kitűnjön a színesek közül. Gábor, köszönjük szépen, hogy elvállalta nekünk ezt a munkát, és reméljük, hogy még találkozunk itt sokszor Szárszón magával. Jó, hát én is köszönöm, hogy itt lehetek, és még egyszer kiemelném, hogy nagyon fontos, hogy az önkormányzat ezt fontosnak tartja, és dokumentálja a község életét. Köszönöm szépen. Tamás, milyen érzéseket szül benned ez a kiállítás? Hát nagyon-nagyon jó érzéseket. Én nekem volt szerencsém már a zsűrizés miatt egy bő héttel ezelőtt látni a képeket, és én is elmondhatom, hogy nagyon-nagyon nehéz volt válogatni köztük. Megdöbbentően jó képek születtek, megdöbbentő, hogy milyen jó kompozíciókat raktak össze a pályázók. Nem csak elkattintott képekről van szó, hanem fejben megalkotott és utána exponált képeket láthatunk, és itt most kiállítva még szebb és még csodálatosabb az egész, és ahogy elmondtam üdvözlő beszédembe is, hogy rendkívül fontosnak tartom Balatonszárszó és Balaton szempontjából is, hogy ezekkel a élni jó képekkel, a cím is ugye az, hogy Balatonszárszó, ahol élni jó képekkel juttassuk el ezt az életérzést az egész országban és az egész világon mindenkihez, hogy mennyire jó itt lenni, mennyire jó Balatonszárszón és a Balatonnál lenni. Pont ez lett volna ugye a következő gondolatom, hogy nekünk balatoniaknak különösen fontos a Balaton szeretete, hisz mi itt élünk, és úgy látjuk, és úgy gondolom, hogy ez a sok-sok fotó, ez kifejezi a Balaton csodálatos létét.
Így van, ha végignézzük itt a kiállítás képeit, minden pillanatában szép a Balaton, szépek és csodálatosak a téli képek. Emellett a naplementék, hát talán azokról nem is kell beszélnünk, mindannyiunk szívében benne vannak. De egy strandi hétköznapi kép ugyanolyan jó, mint egy őszi borús vihar. Tehát ezer arca van a Balatonnak, és ezt az ezer arcot szeretnénk mi is, ha megmutathatnánk, hiszen nagyon fontos, hogy a Balaton az nem csak a nyárról szól. A Balaton egy teljes évről szól, a Balaton csodálatos télen, csodálatos ősszel, tavasszal egyaránt, a nyarat meg mindenki ismeri. Tamás, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk a fotókiállítás megnyitón. Én köszönöm a megtisztelő felkérést, és köszönöm, hogy itt lehettem. Patrícia, hogy érzed magadat így a díjátadás után, hogy megtudtad, a 14 év alatti kategóriában első lettél? Most nagyon boldog vagyok, el sem tudom mondani szavakkal, mennyire boldog. Mióta fotózol? Hát igazán úgy tavaly év eleje óta kezdtem el. Van fényképezőgépet, kaptad gondolom ajándékba valamilyen alkalomból? Igen, most kaptam nem régen egyet karácsonyra. És milyen témákat szeretsz fotózni? Inkább természet. Inkább természet, hiszen ez a győztes képed is. Egy nap lementem más szemszögből. Köszönjük szépen, és szívből gratulálunk a nyereményre. Köszönöm. Hogy érzed magadat itt a kiállításon, amikor megtudtad, hogy a kategóriában első helyet kaptál? Fantasztikusan, és nagyon jó, hogy itt vagyok, és a többi kép is nagyon szép. Nagyon örülök. Mondd el, hogy melyik képed lett az első. Két lány szerepel rajta, egy csodaszép naplementében, és egy szívet alakítanak ki a kezükkel, és ha még utólag adhatok neki címet, akkor az lenne, hogy szeretünk Balaton. Mióta fotózol, és mondd el, hogy mivel foglalkozol, úgy tudom, hogy még tanuló vagy. Igen, még tanuló vagyok, és már több éve fotózok, és nagyon szeretem a természetben lenni. Volt-e már olyan fotód, amit kiállítottak, vagy netán volt-e kiállításod? Nem, még nem volt. Most ez az első. Hát akkor nagyon örülünk, hogy pont Balatonszárszón kaptad meg ezt a lehetőséget, és még egyszer gratulálunk, és köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Én is nagyon szépen köszönöm. Zoli, gratulálunk az első helyhez a táj természet kategóriában, és hogy érzed magadat így a díjátadás után? Köszönöm szépen, nagyon jól. Titkon reménykedtem benne, hogy egy szép fotót tudtam a pályázatra küldeni. Mióta fotózol? 7 éve fotózom. 7 éve, igen. Családfotózásával kezdtem, és szép lassan átment a természetfotózásba. Legnehezebb a természetet fotózni, különösen az állatokat. Ha elárulnád és beavatnál bennünket abba a titokba, hogy meddig kellett várnod, amíg a gémek harcát lefotóztad? Igazából ezek nem tervezhető dolgok, tehát a feltételeket megteremtem, hogy esetleg csinálhassak egy jó fotót, vagy egy fotósorozatot, de nem tudni. Napokat, heteket, sokszor éveket. Most is van még olyan elképzelés, amit szeretnék megcsinálni, évek óta készülök rá, de még nem jött össze, de ettől szép. És küldtél már be más fotópályázatról is képet? Igen, igen, már egy-két fotópályázaton elindultam. A National Geographicnál állítottak már ki egy fotómat, amely az egyik legkedvesebb fotóm máig. A Varázslatos Magyarország állított ki fotómat a Természettudományi Múzeumban. Büszke vagyok a fotóimra. Hát gratulálunk ehhez is, a Szárszói díjhoz is, és hát még nagyon-nagyon sok sikert kívánunk neked akkor ezen a pályán. Köszönöm szépen! It should be one direction.